Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt látjuk itt ezen a képen. Lesz egy meglepetés, egy találkozás, egy ajándék, átnyújtja ezt a virágcsokrot. Itt a kelyhekről van szó, tehát az érzelmekről, kimutatja az érzelmeit. Ez a kép utal a múltra is, van egy kis nosztalgia, szép emlékek. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható egy terv, egy új irány, vagy egy kiút. Ez lehet egy utazás és vagy külföldi kapcsolatok. Itt a kettes számról van szó, ami téged és őt jelent. Tehát veled együtt tervez valamit. Én úgy érzem, itt egy utazásról lesz szó. Egy új irány. Egy új kezdet, ez is lehetséges. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ő nagyon magabiztos, tudja, hogy mit akar. Elfoglalja a helyét az életben. Itt előtte látható egy papír tekercs, ami azt jelenti, ő tervez valamit. Valamit, amit közösen fogtok átélni. Ez lehet egy új kezdet, vagy egy közös tevékenység, de lehet egy közös nyaralás is ennek a tervezése. És most megnézzük azt, mit üzen a csokis kártya. Itt lesz egy meglepetés, egy meghívás. Lehet, hogy ő meghív téged, vagy lesz egy ünnepség, egy születésnap például. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy megvannak az elvárásai, és azt várja el tőled, hogy te hívd meg őt például egy kávéra, vagy egy süteményre, ahogy itt látható. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!